Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr! Fidesz-KDNP kormány 2010 óta folyamatosan elkötelezett a bérek, és legfőképpen a legalacsonyabb a minimálbér emelésében. Ha visszaemlékszünk az elmúlt 25 évre, akkor azt látjuk, hogy az első Orbán kormány alatt 1998 és 2002 között 2,5-szeresére emeltük a minimálbért, vagyis 4 év alatt 19.500 forintról 50.000 forintra. Ez mintegy 156%-os emelést jelent. Aztán jöttek a baloldali kormányok, jött Gyurcsány Ferenc, aki 2002 és 2010 között 8 év alatt mindössze 23.500 forintos emelést hajtott végre. Aztán 2010 és 2023 között a minimálbér és a garantált bérminimum is több mint háromszorosára emelkedett. Előbbi 73.500 forintról 232.000 forintra nőtt, utóbbi 89.500 forintról 296.400 forintra. Ez összesen 216%-os emelést jelent. Így ma már a minimálbér is magasabb, mint a szocialista kormányzások idején az átlagbér volt. 2010 és 2023 között a magyar minimálbér növekedés a negyedik legnagyobb volt az Európai Unióban. Teljesen világos tehát, hogy a baloldali kormányok nem emelik a béreket, nem érdekeltek a minimálbérbe, és ezt meghallgattuk az elmúlt hetekben Bodnár Zoltántól, a DK árnyék miniszterétől, aki szintén kiakadt, hogyha azt mondja, hogy nem lehet nagyobb mértékű minimálbér emelés ebbe az országba. Hát kibukott a DK programja, kibukott az úgynevezett szociáldemokrata program. Ha kormányon lennének, akkor a kiskeresetek nem számíthatnának minimálbér emelésre, nem számíthatnának garantált bérminimum emelkedésre, hiszen ők folyamatosan ellenzik. Gyurcsány Ferenc és elbarátai a kormányzásuk alatt elvettek minden támogatást a családoktól, növelték az adókat, és semmit nem tettek azért, hogy a fiatalok itt maradjanak és munkát vállaljanak. A mostani háborús időkben elkötelezettek vagyunk a minimálbér további emelése mellett, ezért kérdezem tisztelettel államtitkár urat, milyen mértékű minimálbér és garantált bérminimum emelés várható a jövő évben. Köszönöm megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr, és a válaszra megadom a szót Hónai János miniszterhelyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon! Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A minimálbér bruttó összege 2023 elejétől 232.000 forintra emelkedett, majd több mint háromszorosa a 2010 évi szintnek. A garantált bérminimum összege ugyanez időponttól 296.400 forintra növekedett, amely szintén több mint háromszorosa a 2010-es értéknek. Az EU tagállamok sorrendjében a 19. helyen állunk, a magyar garantált bérminimum viszont megelőzi több más ország minimálbérét, például a csehet és a szlovákot is. Csak emlékeztetőül, a szocialista kormányok 8 év alatt a minimálbér mindössze 23.500 forinttal növekedett. A nemzeti kormány által kialakított személy jövedelemadó rendszer miatt a keresetekre, így a minimálbérre is. Igaz, hogy a széles munkavállalói rétegek számára már jelenleg is adókedvezményes, illetve adómentes. Az eltartott gyermekek számától függő adókedvezmény 2011-től, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák adómentessége 2020-tól, a 25 év alatti munkavállalók mentessége az átlagkereset szintjéig 2022-től, a 30 év alatti anyák mentessége 2023-tól vehető igénybe. Magyarországon 2010-től 22-ig a reálkeresetek emelkedése kedvezmények nélkül elérte a 71%-ot, a kedvezmények beszámításával meghaladta a 77%-ot. A 3 vagy több gyermekesek reálkeresete 132%-kal növekedett 12 év alatt. A havonta mért reálkeresetek az utóbbi egy év hónapjaiba csökkentek, az idei hátralévő részében már viszont reálkereset emelkedés várható, ekképp 23 szintjén minimálisan növekedhet is. Köszönöm, elnök urat! Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr! Egy perces viszontválaszra Nacsa Lőrinc képviselő úré a szó, parancsolja! Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a válaszát, tisztelt államtitkár úr! Emlékezhetünk arra, hogy a Gyurcsány kormány alatt olyan eszia terhelte a fizetéseket. Ők azt mondták, hogy 157.000 forintos bruttó fizetés már soknak számít, ezért 36%-os személyi jövedelemadóval sújtották, aki 157.000 forintnál többet keresett. Most is ezen a helyzet, tisztelt képviselőtársaim,
Gyurcsány Ferencék szociáldemokrata fordulata az egy dolgot jelent, saját magának olcsóbban adta az áramot, ez a nagy szociáldemokrata hozzáállás, és Dobrev Klára saját magának és Molnár Csabának intézett eddig európai fizetést senki másnak. Tisztelt képviselőtársaim, ne legyen kétségünk, Gyurcsány Ferencék nem emelnék a minimálbért, ahogy kormányzásuk alatt is csak minimálisan, alig több mint 20 ezer forinttal tették 8 év alatt. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP kormány alatt minden évben emelkedtek a bérek, minden évben emelkedett a minimálbér, minden évben emelkedett a garantált bérminimum. Az a szándékunk, és azon dolgozunk, hogy ez a jövőben is így maradjon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválasz illeti meg miniszterhelyettes államtitkár urat is. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A kormány a háború és szankciók sújtotta a gazdasági helyzetben a társadalmi partnerekkel együttműködve jelentős erőfeszítéseket tett és tesz a bérek emelésére, a munkavállalás ösztönzésére, mely a hatást a családi adókedvezmények bevezetésével fokozott. A kormányzat intézkedések hatására az elmúlt években bekövetkezett gyors ütemű béremelkedés növelte a munkaerőkínálatot, és ösztönözte a külföldön munkát végzők hazatérését is. A munkaadók és a munkavállalók eddigi egyeztetései alapján a garantált bérminimum mintegy 10%-os, míg a minimálbér mintegy 15%-os emelkedése várható. Így az infláció egyszámjegyűről csökkentésével 2024-ben már reálértékben is egyértelmű növekedéssel számolunk. Köszönöm szépen az érdeklődést. Köszönöm szépen, miniszter helyett.